Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, amiben is a döntő második meccsével fogunk foglalkozni, illetve a play-out-tal, hiszen nem csak az van meg, hogy egy-egyre áll a Falco és a Szolnok párharca, hanem meglett az idei kieső is, aki helyett majd ugye jövőre a PVSK fog az A csoportban szerepelni, ez nem más lett, mint a Kaposvár, erről fogunk nem soká beszélni, méghozzá Tomas és Dániel, mint ahogy azt már megszokhattátok, szervusz Dani! Szia Dávid, üdvözlök én is mindenkit! És ma van egy illusztris vendégünk, aki több szempontból is érintett lesz a mai témákban, nem más, mint Forrai Gábor Fofó. Szia Fofó, mi a helyzet? Szervusz, sziasztok! Minden rendben, hát ugye sikeresen teljesítettük a célkitűzést, úgyhogy már a jövő év elé tekintünk. Szerintem akkor kezdjünk is ezzel. Ugye kvázi ez volt a play-out döntője, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, egy kiki meccs volt, igazi kiki meccs, amit a Kecskemét megnyert hazai pályán 81-68-ra a Kaposvár ellen, és akkor én szerintem szumázhatjuk annyival a dolgot, hogy a Kaposvár egy iszonyatosan nagy csalódás. Mi meg nagyon benéztük ezt az egészet, amikor ott ugye fellángoltak az edzőváltás után. Azért egy must win meccsen, ami a kiesésről dönt, amit tudjuk nagyon jól, hogy akár több évig tartó purgatórium is lehet egy-egy csapatnak a másodosztály, az, hogy 23 pontot dobnak az első félidőben, illetve az, hogy ott van egy hazahozott magyar válogatott játékos, aki három mezőny kísérlettel rendelkezik 28 perc alatt. Dani, először téged kérdezlek, láttad a mérkőzést, mekkora csalódás volt ez, illetve természetesen semmit nem lemondva a Kecskemét érdemeiből, mégis meg kellett nyerni ezt a mérkőzést. Gondolom egyértelmű, hogy a két csapat közül kitette jobban oda magát. Mit láttál ezen az összecsapáson? Nekem leginkább a Kaposvár játékában ugye az első félidő volt teljes csalódás, 0-7 tripla, 23 dobott pont, hogyha jól emlékszem. Azt gondolom, hogy egy must-win meccsbe így nem lehet belemenni. Ahogy te is kiemelted, ugye egy magyar válogatott játékostól szerintem a három mezőny kísérlet egy ilyen mérkőzésen elfogadhatatlan. A második félidő az azt gondolom, hogy azért már rendben volt, ott a tripla is elkezdett ülni, 19 triplából 10-et értékesített a Kaposvár, és ott ugye többször be is jöttek 10 ponton belülre, de a Kecskemét igazi rutinos nagyöreg csapatként tudta ezt kezelni, és mindig visszaverték a rohamokat, és mindig újra sikerült kiépíteni egy stabil 10-12-13 pontos előnyt. Így összességében azt kell mondanom, hogy a Kaposvár nekem, mint szurkolónak hiányozni fog, így a körmennek jövőre egy fix veresége ugye már megint van, ugye én ezzel szoktam viccelni mindig, hogy ugye Kecskemétre mi nem nyerni járunk, úgyhogy egy fix vereségünk lesz jövőre is, de azt gondolom, hogy egy must-win meccsbe még akkor tudva azt, hogy nyilván ugye a James Jamery nem játszott, a Remiéből egy nagyon hosszú térsérülés után jött vissza, akkor sem szabad így belemenni, ott mindent ki kell adni magadból, a második félidőben mondom, szerintem ez több-kevésbé sikerült, de az első félidő teljes kihagyása és a kosárlabda megcsúfolása szerintem az itt nem fér bele ezen a mérkőzésen a kaposvári csapattól. Fofó, először is akkor gratuláció a bennmaradáshoz. Itt a vendégedző, ugye Damjanovics elmondta a meccs végén, hogy sokkal rutinosabb játékosok alkotják a Kecskemét csapatát, akik hasonló szituációkat megéltek már. Azért ezzel annyiban vitatkoznék, hogy az utóbbi években azért nem ilyen szituációban voltatok, hanem inkább az elődöntőben küzdöttetek, meg a playoffban küzdöttetek. Egyrészt mennyivel volt ez másabb feelingre ez a playoutos szereplés nektek, illetve mivel értesz egyet abból, amit Dani mondott, mert ugye ő azt mondta, hogy a Kaposvár részéről ez egy teljesen rossz hozzáállás volt, viszont ti meg ugye ott Kecskeméten tényleg nézem most például, ugye itt Filipovics Márkót kiemeltük, Wittmann Krisztiánnak volt 14 rádobása, tehát ő hozta a szokásos vezérszerepét. Mi igaz abból, amit Dani elmondott, ti hogy álltatok hozzá ez a must win meccshez? Én igazából azzal a hasonlattal élnék, hogy én azt szoktam mondani, hogy ez a play-out ez olyan, mint amikor a vizsgázol az egyetemen, és a kettesért mész. Ugye a négyesért, az ötösért mész, vagy a hármasért nincs teher, mert maximum megkapod a rosszabb jegyet, abból még olyan nagy baj nem történt. Ha kettesért mész, ötösre kell tudni az anyagot, és kis hiba, és akkor évismétlés viszontlátása, hogy kirúgnak. Ugye a play-out az ilyen. Én azt nem szeretném megítélni, hogy a Kaposvár hogy állt hozzá, én inkább azt mondanám, hogy mindenki úgy játszik, hogy hagyják. Tehát a Kecskemét gyakorlatilag nem adott teret és esélyt az első félidőbe a Kaposvárnak, egy ilyen más típusú védekezéssel kezdtek, ami abszolút meglepte, lesokkolt a kaposvári csapatot, meg az edzőt is. Illetve itt szeretném megjegyezni, hogy tehát azért azt is el kell gondolkodni, hogy érdemes ennyi külföldi edzőt idehozni, hogy ott volt náluk egy fiatal, tehetséges edző, és akkor egyszer csak megjelent egy sztár edzőnek kimondott
ember, aki gyakorlatilag kiejtette a csapatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az nem volt egy jó lépés. Tehát a magyar edzőket sajnos nem olyan sok van, de azért meg kell becsülni mindenhol. És visszatérve az eredetire, egyébként a Dávidnak abban igaza van, hogy hát, ugye kívülről nyilván úgy látszik, hogy nem álltak hozzá. Én azért biztos vagyok benne, hogy jól hozzáálltak, hiszen jó szurkolóik vannak, tényleg minden körülmény adott, tehát szeretik Kaposváron a kosárlabdát. Egyszerűen így jött ki nekik a lépés, ezen a napon a Kecskemét jobb volt, és én nagyon sajnálom, hogy egy ilyen nagy múltú csapat távozik. Azt gondolom, hogy hamar vissza fognak jutni. Nyilván nem lehet tudni, hogy most a fiataloknak hogy van szerződése, de van nekik egy nagyon ígéretes fiatal magyar magjuk, aki mondhatjuk azt, hogy helyiek, és van a több gyerek is egyébként, akit lehet majd használni. Nyilván nem egyszerű visszajutni, mert ez egy piros csoport is erős, de én szerintem van a pozitív jövőre a ok, de ez most így sikerült. Nyilván mi örülünk. Két nagy, mondhatom azt, hogy nagy tradíciói klub, de igazából ebben az évben várható volt, hogy olyan klub fog búcsúzni az első osztálytól, aki úgymond stabil gárdája, ős tagja az első osztálynak, mert most nem volt olyan csapat, aki kilóg. Ugye eddig azért mindig volt, most nem volt, és valószínű ez eredményezte ezt a fegyverversenyt, hogy mindenki elkezdett ész nélkül igazolni, ráígérve a csillagot lehozva az égről, de nem mindig az a jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy hát azért az mindkét csapatnak ezért elgondol figyelmeztetője, hogy hát azért ez nagy rizikóval jár, de szerintem mindenki tanul ebből. A playout rendszere, ugye tavaly nagy kritika érte az egészet, ugye azért, mert ahogy te is mondtad, volt egy csapat, amelyik nagyon kilógott lefelé, ugye ez volt a Nyíregyháza. Idén is ugye végül az a csapat esett ki, amelyik az alapszakasz végén is az utolsó helyen állt, de sokkal nagyobb versenyfutás volt, és itt szerintem ez a pontrendszer ilyen szempontból most relatíve igazolta magát, de ezt hogy látod edzői szempontból, ugye itt te nagy szószólója vagy itt az első osztályért igazságtalanságoknak, sokszor jogosan is szerintem, ez a playout rendszer, így hogy most tulajdonképpen úgymond szenvedő felei voltatok, illetve érintett vagy benne, szerinted ez így jó volt, vagy rossz volt? Hát azt én mint edző, nem mondhatom ki egy szabályra, hogy jó vagy rossz, hanem alkalmazkodni kell, de az mindenképpen elgondolkodható, hogy tehát ugye régebben voltak mindig egy gyengébb csapat, és tehát ha megnézzük az elmúlt évek kiesőit, akkor szerintem az utolsó 5 évben, aki kiesett, annak összesen nem volt annyi győzelme, ha összeadjuk azt az 5 vagy 6 évbeli, tehát 5-6 csapatot, aki kiesett, összesen nem szerveztek annyi győzelmet, mint mondjuk a Kaposvár. De azt kell, hogy mondjam, hogy viszont 26 forduló, plusz ugye a 10 mérkőzés, tehát 36 mérkőzés állt rendelkezése mindenkinek, és ez alapján el kell dönteni, ugye ez egy verseny, itt valakinek ki kell esni, valaki bajnok lesz, valaki kiesik, tehát összességében én azt mondom, hogy hát nem kell végére hagyni, nyilván, most ez egy ilyen közhely, de hát mindenki tudta, hogy ez a szabály. Furcsa így tényleg, hogy hiába nyers sokkal több meccset mondjuk a play-outba, mint mondjuk az a csapat, aki előrébb végez, mert ugye hozod magaddal a pontokat. De volt egyszer már erről szó, ugye a play-offba is, hogy a ZTL-nek az edzője mondta, hogy ők milyen fáradtan érkeztek, stb. Stb. Hát erre ugye én legutóbb azt mondtam, hogy hát azért lett valaki az alapszakaszba első, hogy a véhetően a leggyengébben játszon a playoffba, tehát mondjuk le tudja 3 meccsen, tudjon pihenni, míg a másik meg 5 meccset játszik. Tehát mindenre van pro és kontra, valahogy el kell dönteni a kiesés sorsát, ez még mindig jobb, mint hogyha pénzfeldobással. Ugye az is sok kritika érte azt a szabályt is, hogy az utolsó 2 játszik egymással. Sajnos meg kell mondanunk, hogy mi Magyarországon élünk, ahol még a szabály meg se jelenik, már azon eszül mindenki, és azonnal tudja a megoldást, hogy hogyan lehet kikerülni. Tehát ugye annak is volt egy fonákja, hogy nem vett gyakorlatilag senki, vagy meg volt az a lehetőség, hogy nem vesz a februárig játékost, mert tök mindegy, hogy egyet nyersz, vagy 10-et, akkor beruházol, egy pár hónapig fizeted, és akkor bennmaradsz. Most ugye ezt ez a szabály, ezt
kiküszöbölte, de így meg ugye másokat hoz hátrányosan. Minden, mint a világon mindenben, mindennek van pozitív és negatív oldala, mindennek van vesztese és nyertese. Most így alakult, nem tudom. Én nem tudok okosabb mondani, hogy hogyan kéne más. Dani, te ugye a Körmend révén egy másik mérkőzésen érintett voltál, és itt a podcast, amit mondtál nekem, egy nagyon érdekes dolgot. Ugye tavaly meg az előtti szezonokban a középszakaszt érte az a kritika, hogy nem sok sportértéke van, mert mindenki arra vigyáz, hogy meg ne sérüljön a playoff előtt, nincsenek túl izgalmas mérkőzések. Na most ez a tendencia itt a playoffban is elég előjött, mert aki bebiztosította a bennmaradását, azután eléggé látványosan engedett el mérkőzéseket. Ha jól sejtem, akkor ez a Körmend atomerőmű meccs is ilyen volt, ugye? Igen, ilyen volt. Én nagyon-nagyon ritkán kapcsolok ki körben a meccset, ez pont az egy példa volt, amikor ezt én megtettem. Bármilyen szituációban, bármennyi különbség, én mindig végezem a csapatomnak a mérkőzését, ezt most nem tettem meg, megmondom őszintén, inkább a döntőt figyeltem én is. Ugye nálunk is, amint meglett a biztos bennmaradás, akik akkor ugye sérülten vállaltak a játékot, már nem is voltak nevezve a keretbe, gondolom szombaton sem lesz majd így az oroszlán ellen. Nyilván ilyenkor azért nehéz, mert ugye a Paks teljes kerettel állt ki, nálunk volt olyan, hogy öt fiatal magyar játékos volt egyszerre a pályán, nyilván ugye ennek is megvannak az előnyei, illetve a hátrányai, de tényleg azért nem olyan volt a színvonal, mint mondjuk egy alapszakasz mérkőzésen. Jó, hát akkor szerintem a playoutról legyen elég ennyi, menjünk rá a fenti ágra. A bronz éremért folyó csatározásban az Alba 2-0-ra vezet, és nagyon simán nyert Zalaegerszegen is. Fofó, nem tudom, hogy te ezeket, vagy ezt a mérkőzést figyelted-e valamilyen szempontból. A Zalaegerszegnek ez a kvázi mélyrepülése, ami a Deac elleni továbbjutás óta megy, hogy mindenkitől nagyon csúnyán kikap. Ez szerinted így minek köszönhető, hogy ha láttad őket játszani, mit vettél észre, hogy a mentalitásuk változott, vagy egyszerűen csak ennyi volt bennük, és ellőttek mindent a Deac elleni párharc öt mérkőzése során? Én azt gondolom, hogy visszamegyek, tehát van hál' Istennek tapasztalatom a bronz csatán, mert részt vettem én is ilyen, és ugye kvázi csalódott csapatok párharca, és nagyban függ elsősorban az amerikaiaknál okozzák ezek a dolgok problémát, mégpedig azért, hiszen ők úgy szocializálódnak, hogy tehát ők mindig mennek a döntőig, és utána már nem játszanak. Harmadik helyért, meg ötödik helyért, meg hetedik helyért nem játszanak. És egy csomóan nem is értik, hogy miért kell játszani. És nyilván nem úgy állnak hozzá, de ugye az ellenpélda, mert a Fehérvárban meg jól álltak hozzá. Tehát ez mindig egy ilyen összetett kérdés. Nem láttam élőképpen a meccset, csak az eredményt figyeltem, de az alapján kristálytisztán látszott, hogy gyakorlatilag egy oldalú volt az összes mindegyik összecsapás az Alba javára, ami dicséri őket, mert elméletileg neki kellett volna csalódottabbnak lenni, hiszen ők nem jutottak a döntőbe, míg ugye az ETE azért, én azt gondolom, az is egy az alapszakasz utolsó pár fordulójában, ugye még az sem volt biztos, hogy egyetem bejutnak a playoffba. Tehát ők azért nagyot mentek a végén, ezt nem lehet elvitatni. Tehát elméletileg őnekik kellett volna egy kicsit pluszban lenni, de végülis most soha rosszabbat, hát négybe vagy, akkor azért olyan nagy kritika nem lehet. Nyilván a szurkoló az olyan, hogy mindig a legutolsó mérkőzésre emlékszik, és természetesen nem elégedett, hogyha nagyon kikap, de azért mindent mindig globálisan kell megvizsgálni, és azt mondom, hogy valahol félúton van az igazság, az Alba nagyon jól állt hozzá, az ETL meg nem annyira. Azt azért ne felejtsük el, vagy ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy nem hiszem, hogy vagy az első, vagy a második mérkőzésen, ugye közvetlenül a meccs előtt derült ki, hogy az osztó is nem tud játszani, illetve ott voltak még problémáik, és ugye Ikpe személyében egy kb. Magas emberük maradt, és ott ledominálták őket a Diki révén, meg a Barnett révén ugye a lepattanókba. Tehát azért ugye meg kell mindig mindent vizsgálni, hogy milyen kerettel állsz ki, miért olyan kerettel. Ugye van, aki azért, mert már mindegy, és nem játszhatja, van, aki kényszerből, mert sérült. Ugye nálam is volt olyan, hogy egyszerűen nem tudott játszani, mert fájt a keze, itt a másiknak más baja volt. A döntőre lehet, hogy összeszorított fogalka beállt volna, de már a harmadik helyen nem biztos, hogy reszkíroz, ugye? Tehát mindennek van egy másik oldala, ahogy már mondtam. De az tény, hogy hát azért az alé publikum nyilván többet várt ettől, de mondom, még egyszer összességében jó volt. A Fehérvárnak gratulálok, mert nagyon szép, tehát egy komplet szezont, ha nézzük, nagyon jól futottak, kevesen voltak, és úgy,
szerezik, tehát úgy lesz magabiztosan a bronzérem a nyakukba, hogy gyakorlatilag a Roberts, aki azért fontos, hiszen van az öt légiós, meg a Vojvoda, aki számottevő. A többiek ugye évközben nem játszottak sokat, tehát nem lehet elvárni, hogy itt amikor az óriási tét van, akkor előjöjjenek, és akkor megváltsák a világot. Mert ugye a Robertsot elvesztették, és ennek ellenére is ilyen magabiztosan játszottak. Itt mindenképpen Vojvodát ki kell emelni, mert amit egyáltalán a playoffban, meg az egész szezonban művelt, az valami fantasztikus, elképesztő, hogy milyen formában játszik. És nyilván az ET-ben most nem volt ilyen játékos, az Albában volt, úgyhogy megérdemelte a sikert. Dani, nem tudom, te láttad ezt a mérkőzést, de egyébként itt, amit Fofó mondtál, ez teljesen kijön a Zollnernek a meccs utáni nyilatkozatából, és ő is azt emelte ki, hogy hát nem mindenki fókuszált rá 100%-osan erre a meccsre. Dani, te valamit erről a mérkőzésről szeretnél elmondani, hogyha láttad? Hát igazából csak annyit, hogy ugye nagyon sima volt mind a kettő, meg ugye az előző adásban beszéltünk, ugye mi pont a Higgs-et emeltük ki, hogy ő mennyire esett vissza a playoffra, úgyhogy szerintem igazából teljesen jól összetett foglalva, úgyhogy nem tudnék semmi plusz hozzáadni ehhez most. Na, akkor térjünk rá a döntőre, ugye erről volt már egy ilyen kis rövid villámpodcast a elmúlt napokban, amikor is Munkácsi Tomival és Orbán Marcival beszélgettünk teljesen szurkolói szemszögből. Most egy kicsit akkor megpróbáljuk jobban a szakmát előtérbe hozni, hogyha már ilyen illusztris vendégünk van Fofó személyében, és akkor Fofó, kezd is te, ugye te előre megmondtad, hogy szerinted egyenlíteni fog a Szolnok. Ez olyan formában történt-e meg, mint amit te előzetesen számítottál, vagy meg tudott esetleg valamivel lepni téged az olaj? Abban a szempontból azért meglepett, mert azért senki nem gondolta, hogy be fognak dobni 16 triplát. Én azt gondolom, hogy ezzel a szombathelyeket is, sőt, lehet, hogy még bankot is meglepték. Én abban biztos voltam, hogy nyerni fog az olaj, de nem gondoltam, hogy ilyen simán, mert azért a vége a sima lett. Annak ellenére, hogy az egész meccs az nagyon kemény volt, meg szoros, de a végén kinyílt az olló, ahogy az ugye lenni szokott. Hát, amit én vártam a Szolnoktól, az történt, hogy sokkal jobban védekeztek, szervezettebb, összetettebben. Annak ellenére mindig vezetett a Falkó az elején, de nem tudott kiépíteni egy olyan nagyobb előnyt, amit aztán majd a végén ugye a szombathelyi mérkőzésen lemenedzselt. És a egyik csapat se dobott igazán jól, a egymás hibáiból étek, nagy volt a tét, de mégis az olaj tudott egy kicsit jobban dominálni a fizikalitásba, tudott egy kicsit gyors gólt dobni. Én úgy láttam ezt a meccset, ha Perzoli nem lett volna ilyen szenzációs, akkor sokkal hamarabb eldőtt volna a meccs, és még nagyobb különbség is lehetett volna. Ugye a nem fogtak ritmust a tüzérek, és így nehéz volt. Fizikálisan felvette a versenyt velük a hazai csapat, nem volt annyi könnyű gól a Falkónak, és a könnyű gólban nem azt értem, hogy egy nullzitszer, hanem ezek után a rendezetlen védelembeli játékban nagyon erős a Falkó, és abból a bontásokat vagy nagyon jól befejezik, vagy a kiosztásokból, hol ugye jó helyzetekből jól dobnak. Most nem sok volt ilyen. Ugye a szombathelyi meccsen a Falkó zárta le ezeket, mert az olajnak is ugyanez egy nagy erőssége. Ott a Falkó gyakorlatilag nem engedett szinte, csak egy nagyon rövid periódusban ilyen könnyű kosarakat. Most meg ezt az olaj tette meg. És utána volt türelmük járatni a labdát, és ihletett formában voltak, ahol ugye a triplát gyakorlatilag mindenki bedobta. És akkor majd lenni szokott bement az extra is. Talán ott éreztem egy kicsit a Falkot puhának, hogy hagyták, hogy elkapják a ritmust, de aztán ebben voltak olyan kosarak is, olyan triplák, amik azért az extra kategóriába tartható, de azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemelt a Szolnoki győzelmet. Én most itt is elmondom, és akkor Dani hozzád fordulok, hogy én pont ott a meccs előtt beszélgettem a csarnokba ismerősökkel, és így mindenki kérdezte tőlem, hogy mit várok, és én mondtam, hogy hát maximum akkor tudunk nyerni, hogyha 50%-kal bedobunk 10-12 triplát, hát ez bőven bejött, és egyébként tényleg ez kellett. Dani, te így mit láttál az első meccs óta, meg egyébként így mennyire jött át így az egész tévén keresztül, mert egyébként megint itt is csak elmondom, aki esetleg az előző epizódot nem hallgatta, hogy hát én nem tudom, ember emlékezet óta nem volt szerintem ilyen hangulat, de az biztos, hogy legalább egy több évre vissza kell menni, hogy ilyen tombolás legyen. Nekem még mindig nem álltak helyre a hangszájaim kedd óta, mert egészen elképesztő volt a hangulat is, és ugye itt hozzá kell tenni, hogy például tegnap is este 6-kor elindult egy jegyvásárlás, a hétfői negyedik mérkőzés, és hát ugye sok ilyen 10 percet írtak, én úgy emlékszem, hogy 8 perc után már nem volt rá jegy, úgyhogy
hirtelen megint nagyon nagy kosárláz lett Szolnokon, ami az elmúlt ugye, szezonok után, amikor sikerült a playoff felső körébe kizúgni, nyilván teljesen érthető. Igen, teljesen érthető, és ugye beszéltük az első meccs után, hogy nagyon nagyot kell javulni támadásba, ez ugye az extra tripláknak köszönhetően meg is jött, illetve ugye én azt mondtam, hogy azért a festékben nehezebb lesz dominálni, mert azért mégis Kellerek, Tyvik, illetve azért Barázs Krivacevic van a palánk alatt, nem pedig csak úgymond a Diki, illetve a Fillmore ketten. Én azt gondolom, hogy a Szolnok ezt is teljesen jól megoldotta, ugye korán fal problémába keverték a Keller Ákost is, és a Falkó centerei igazából nagyon kevés kosarat dobtak a palánkon. A Barácsnak ugye van ez a hisztiző, kicsit ilyen hisztis hozzáállása, szerintem tök jól kihasználta ezt a kártyát is a Szolnok, hogy végletekig elvitték az ő mentális tűrőképességét, és ugye végül is ő is ugye technikait is kapott. Extrán dobott a Szolnok, Pallai Tominak volt egy nagyon durva stretch, amikor azt hiszem hármat dobott be zsinórba, Lukás Norbi kapta el a végén, az első fél időben pedig ugye az íz tartotta a Szolnoknak, szerintem, vagy ő tartotta szerintem a Szolnokban a lelket, ami a Falkóban az első fél időben volt, a Pót az a második fél időben, ugye a Per Zoltán, azért az elképesztő, hogy amit ő játszott, milyen nehézségű és amilyen minőségi dobásokat ő vállal és dob be, az szerintem mindenféleképpen egy külön kiemelés azért megérdemel. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a harmadik meccs most majd hogyan fog alakulni. Szerintem a Vidin van akkor a taktikus, hogy ő tudja, hogy mit kell ebből a mérkőzésből eltenni, és mit lehet átmenteni majd erre a mérkőzésre. Ugye pont itt az adás előtt beszéltük, hogy kicsit olyan, mint hogy az első meccsen feltérképezne, aztán szépen tudja, hogy hol kell ezeket a kicsi kis finom hangolásokat elvégezni, és ugye az Alba ellen is tökéletesre járatta a csapatát, illetve ezen a második meccsen is azt gondolom, hogy főleg a második fél időben közel tökéletes fél időt játszott a Szolnok. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mondom, hogy merre fele fordul ez a párharc most majd a harmadik mérkőzésen. Azért a hangulatról annyit, hogy tévén keresztül is átjött az a, tényleg engem is sokszor rázott a hideg az, hogy milyen hangulat volt, pedig ugye én full semlegesen nézem ezt a döntőt nyilván. Van egy kis ellenszemben a Falkóval szemben, azért mert körben szimpatizás vagyok, de azt gondolom, hogy egyébként egy jó fújás mellett egy nagyon fizikális, nagyon jó találkozót láthattunk, egy döntőhöz méltó meccs volt ez a második Szolnoki. Ez érdekes, amit mondtál erről a feltérképezésről, fú, szerinted ebbe lehet valami, mert mi ugye így szurkolói szemmel azért láttunk sok változtatást, neked edzői szemmel is ez látszott, hogy az első meccs után inkább Vidin volt az a két edző közül, aki többet tudott változtatni a csapata játékán? Hát figyelj, ugye itt mindig legendák megszülettek, tehát az, hogy valaki bedob 16 triplát, szóval azért nem lehet eltervezni előre. És hogyha nem dobja be azt a 16 triplát az olaj, hanem csak 10-et, akkor nem biztos, hogy így alakul a mérkőzés. Viszont a győzelmet meg sose kell megmagyarázni. Én azt gondolom, hogy óriási sakjátma megy, egyébként mindkét edző nagy stratéga, és mindkét edző felkészült, és nagyon jól ismerik a csapatokat. Itt tehát lehet meglepetés, de csak pár momentumig, mert azonnal reagálni fognak rá az edzők véletlenül. Tehát én nem láttam olyat, amire mondjuk az egyik ne tudott volna reagálni. Ilyenkor összességében azok döntik el, a kvalitások fogják eldönteni a párharcot. Tehát mit megcserélnek, egy zárást, máshol adják, vagy beraknak egy ilyen úgynevezett, mit tudom én, is tök mindegy, tehát az alapsémát mindig lehet változtatni, most nem az adja, nem az kapja, másik oldalra megfordítom a szöget, de alapvetően mindegyik csapat tud minden stílust védeni, tudnak erős kisegítéssel, lapossal váltani, tehát ugye ezeket a matchup zóna volt az, ami kicsit nem ízlett a Falkónak, egyébként ezt most is használta az olaj, de a Falkó van olyan rutinos csapat, hogy tudják, hogy mit kellene játszani, és utána meg is volt. Én azt gondolom, hogy azzal a fegyverével verte meg az olaj a Falkót, ami a Falkónak a legnagyobb fegyvere, a védekezés, és az abból való gyors átmenet, mert utána fognak ritmust. Szolnokot Szombathelyen az első meccsen gyakorlatilag lehetett látni, hogy volt például 2-3-4 támadás is, amikor lejárt egyszerűen a támadó idő, úgyhogy nem tudta az olaj rádobni a labdát, mert hiába akart följönni mondjuk egy zárásból, például az itt támadó fault volt, mert egyszerűen tabloknak leütközték, nem engedték arra, nem ott vette át a labdát, teljesen már. Most itt fordítva volt, ugyanezt megcsinálta a Falkó, vagy az olaj a Falkóval. Úgyhogy kíváncsian várom a harmadik összecsapást, mint ahogy a második is, az is egy teljesen más mérkőzés lesz, mert hazapályán ellenállhatatlan a Falkó. Hogyha
Az én véleményem szerint 3-2 lesz, de ha az olaj meg akarja nyerni a bajnoki címet, akkor most tudja ezt odahozni. Hosszú évek statisztikája alapján, aki a harmadik meccset nyeri, az nyeri a bajnok, tehát az nyeri a playoff párharcot. Ez én nem akartam elhinni, de most már figyelem régóta, nekem is tapasztalt öreg kollégák mondták, aki a harmadikat nyeri, az nyeri a párharcot. Ez 98%-os Kivéve, igazság. amikor ugye pár éve olaj vezetett kettő-egyre. Igen, Hát de meg mi, ugye? van, De a kivétel igen, erősíti a tehát szabályt. vannak mindig kivételek, de nagy többségében ez így lesz. Vannak Akkor. persze minimum kivétel, én is már kiestem, de általában így van. Tehát akkor forduljunk itt rá a tippelésre, hogy ki mit vár a harmadik mérkőzéstől, akkor te azt várod ennek ellenére, hogy a Én a Falkó Falko. győzelmet várom egyébként. Én azt gondolom, hogy a Falkó fog nyerni. Nem gondolom, hogy megint olyan sima meccs lesz, tehát egyre szorosabbak lesznek a meccsek. Bár a végeredmény is olyan, mert ugye a playoffban mindegy, lehet, hogy valaki elengedi, de én még eddig egyik meccsen sem láttam olyat, hogy valaki elengedni. Dani, te mit vársz a harmadiktól? Én is azt gondolom, hogy a Falkó fog nyerni. Szerintem sem lesz nagy különbség, szerintem 10 ponton belül fog maradni a Szolnok. Aztán, ha meg tudnak tapadni, és tényleg nagy is egy egylabdás végjáték jön, akkor meg bízom abban, hogy a Szolnok tud egy olyat csinálni, mint amit mi csináltunk 2 évvel ezelőtt, és valaki majd lesz a Szolnok Szavicsa, és betalál onnan 45-re, és a Szolnok megnyeri a mérkőzést. De én azt gondolom, hogy a Falkó ezt most lemenedzseli otthon, és egy 8-9 pontos győzelmet fog aratni. Én megint a pessimista leszek, ahogy azt elmondtam az előző epizódban is, a Tomival és a Marcival való beszélgetésben. Én szerintem előbb-utóbb a Falkónak is kiszakad a zsák, mert eddig mind a két meccsen pocsékul dobták a triplákat, ugye azt az egy első negyedet leszámítva még az első mérkőzésen, és én szerintem ez most nem azt mondom, hogy sima lesz, de a Falkó fog nyerni, és most szerintem ők is visszavágnak, és 10 plusz triplát fognak bedobni, aztán hát ha nem lesz igazam, de igen, én úgy számolok ezzel, hogy hétfőn úgy jönnek ide, hogy sajnos sanszuk lesz már a bajnoki címre, aztán majd meglátjuk, de erről most nem beszélünk. Uraim, van-e még valami, amit esetleg kihagytunk? Én még annyit teszek hozzá, hogy az biztos, hogy ma is parádés hangulat lesz Szombathelyen, ott is teljesen teltház lesz, ha jól tudom, minden hazai jegy el kell, talán a vendégben még van pár, és ezek után biztos, hogy ott is még a szokottnál is jobban fognak szerintem tombolni, úgyhogy kérdés, hogy ezt majd mennyire pörgeti fel őket, vagy éppen blokkolja le az olajt, vagy fordítva, úgyhogy mindenképp nagyon várom én is ezt a mai összecsapást, és mindenki nézze, az M4 Sport fogja élőben közvetíteni. Semmi? Szuper. Akkor nincs más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy itt voltatok. Fofó, először is neked, és akkor ugye van még egy meccsetek a Kecskeméttel, de gondolom már akkor ez már ilyen kicsit ilyen levezetősebb lesz, akkor nincs más Hát mi hátra, mint hogy minden mérkőzést komolyan veszünk, tehát de nyilván valószínűleg ez még, valószínűleg hála majd még Istennek tét nélküli lesz. igen, valószínűleg még majd akkor beszélünk itt a döntő alatt, vagy majd valamikor egy kicsit később, addig is akkor köszi szépen, hogy itt voltál, és akkor jó szurkolást a Köszönöm. tévé előtt a döntőhöz. Dani, neked is köszi szépen szokás szerint, akkor a döntő után meg akkor, hogy sikerül, majd összehozunk egy ilyen kis villámpodot, valószínűleg még a pünkös hétfői negyedik mérkőzés előtt. Köszönöm szépen, és várom már. Nektek pedig köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, iratkozzatok fel applikációban és a YouTube-on is, és akkor találkozunk legközelebb, mindenkinek jó szurkolást, sziasztok!